Magyarországon 3400 hektáron termesztenek karácsonyfának való fenyőt, amiből a Nyugat-Dunántúl térsége kiemelkedik. Győr-Moson, Sopron, Vas és Zala megyében található a hazai ültetvények több mint 70%-a. A kivágott fenyők helyére újakat ültetnek, így nem kell aggódni, hogy pár év múlva nem lesz karácsonyfa. A fenyők árusítása már egy hónapja tart, de nem mindenki szerzi be ilyenkorán a karácsonyfának valót. Nagyon sokan úgy adják, hogy az utolsó pillanatra, az utolsó napokra, meg úgy gondolják, hogy olcsóbb is. Ezt nagyon jól gondolják amúgy, mert tényleg az utolsó napokban már szeretik kiszórogatni a kereskedők is. De valaki ezt inkább úgy van vele, hogy jobb hamarabb túlesni rajta, vagy kinek hogy engedi az ideje. Úgyhogy, de ilyen 16-17-e környékén inkább akkor már igen megfogyatkozott. Akkor árultunk a legjobban. Egy évben átlagosan 2 millió 200 ezer fenyőt adnak el Magyarországon, Európában pedig összesen körülbelül 60 milliót. Sokan használnak ilyenkor műfenyőt. Akik élőfát vesznek, azoknál egyre gyakoribb, hogy a cserepes változatot választják. A cserepest, hogyha viszik, nálunk van cserepes fenyő, és többnyire vagy a kicsit, vagy a legnagyobbakat. A közepes méret az már ritka. Tavaly inkább a kisebbet nézték, de idén már inkább a nagyobbakat. Pár évvel ezelőtt még alig ismerték a normán fenyőt. Idén viszont ez az egyik legnépszerűbb, hiszen nem hullatja a levelét és nem is szúr. De emellett még mindig keresik a luc és az ezüst fenyőt is. Élőt mindenképpen, és luc fenyőt egyenlőre, és ilyen kis barátságos 1,20-1,50 magasat. Aki még nem szerezte be a karácsonyfának valót, hétvégéig keresheti meg az ideális fenyőt.